Köszöntöm nézőinket a Pécsi Országos Színházi Találkozó 9. napján. Utoljára jelentkezünk itt a televízió képernyőjén keresztül. Holnap már csak a gálára várjuk Önöket, a Pécsi Nemzeti Színházban este 8 órakor kezdődő gálára, de ma még nagyon fontos beszélgetést fogok folytatni, röviden, Kis Csabával, aki a Miskolci Nemzeti Színház vezetője, és tegnap láthatta a közönség a Tanítónő című előadásokat, illetve ma és holnap este láthatják még, szintén ennek a színháznak az előadásában a Vojceket. Szervusz Csaba! Az egy nagyon nagy dolog, hogy két előadással is itt vagytok. Ugye a Kantezsef Színház volt a másik, aki a 13 előadásból kettőt is a magáénak tudhat, és tavaly nyertetek is a Vágy villamosával. Milyen érzés, hogy most kettővel itt vagytok? Hát, ez egy óriási elismerés, és ezt nem csak azért mondom, mert ilyenkor ezt illik mondani. Úgy érzem, hogy egy olyan komoly szakmai munka folyt Miskolcon, és nyilván minden színházban ilyen komoly szakmai munka folyik, csak azt éreztem, hogy nekünk ebben az évadban szerencsénk is volt, tehát nagyon-nagyon erős a társulat, nagyon-nagyon kíváncsiak a nézők, és a repertoár is úgy alakult, hogy volt miből válogatni. És nekem azt tetszett különösen, hogy mondjuk a két válogató összesen 8-8 előadást nézett meg Miskolcról, és ez jelzi azt, hogy milyen várakozással álltak hozzá a műsortervünkhöz. Nagyon különbözőnek tűnik ez a két előadás, ugye? Egy klasszikus Bródy Sándor színdarab, illetve a Vojcek, amiből én egyelőre csak képsorokat láttam, de az ilyen nagyon erősen hatott rám. Tehát, hogy miközben van egy szép, klasszikusnak tűnő előadás, van egy nagyon erős nyelvet használó. Ez is nagyon jó, hogy ennyire kétfélét tudtok mit megmutatni, nem? Természetesen. Előbb más is volt a szándék, hiszen Bródy Sándornak a tanítónője az egy összegzés. Tehát, hogy valahol a tanítónő körül csúcsosodó konfliktusok azt mutatják meg, hogy Magyarország az elmúlt 100 évben milyen utat járt be. A Vojcek az egy férfinő kapcsolatnak a kérdéseivel foglalkozik, tehát elsősorban a kiszolgáltatottságról, egymásra utaltságról, vágyakról szól. Tehát úgy mondhatnám, ez egy sokkal inkább magánéleti, az egyes emberek közötti viszonyokról szól. A tanítónő ennél nyilván egy általánosabb társadalmi tabló. És nekem ez egy nagyon, szóval szimbolikusa is nagyon erős, hogy egy nagy színpadi előadást hívtak meg, ráadásul az egyik legszebb előadásunkat, és a stúdióban kétségtelen, hogy a Véres Attilának a rendezés a legerőteljesebb mű, szóval szétrobbantja azokat a kereteket, amik a stúdiónak a 80 fős nézőterében olyan intimitásban és olyan erővel szólal meg a darab, hogy nem lehet kimaradni a hatása alól. Amikor megpályáztátok ezt a színházat, ez egy nagyon rendhagyó pályázat volt, mert ugye az a szokás a magyar színházakban, van egy igazgató, és akkor alatta szerveződik a társulat, illetve a háttér intézmény. Ti viszont öten pályáztátok meg, és elvileg öten igazgatjátok hatan ezt a színházat. Az a kérdés, hogy hogyan vált ez be most már, hogy ez a harmadik évetek, hogyan működik? Visszaigazolt-e titeket ez az élet? Mindenképpen. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon nehéz. Tehát elsősorban a rendező az egy ilyen nagyon, nagyon kemény egóval rendelkező emberfajta. De nyilván, hogy ő áll valahol a táplálékház csúcsán, és ő mondja meg, hogy mi legyen. Amikor hat ember kezd el megmondani, hogy mi legyen, akkor elképzelheti a kedves nézőjét, milyen parázs viták zajlanak. De ugyanakkor az, hogy egy hasonló esztétika mentén Szabó Máté, Kesszég László, Rusznyák Gábor, Béres Attila, Szőcs Artúr meg én, tehát hat a 40-es generációk, most ezt rám nézve hizegő, mert én már 50-es vagyok, de a 40-es generációk a legizgalmasabb alkotói ott vannak Miskolcon, ez megmutatkozik a színház programjában. Tehát olyan ereje van annak, hogy mi válogatjuk a színészeket, mi állítjuk össze a repertoárt, állandó megbeszélések és megnézések vannak, tehát mindig főpróba héten megnézi a művészeti tanács a darabot, és két-három órás vita van arról, hogy hol tart egy dolog. Tehát ennek nagyon-nagyon komoly hozadéka van. Azt, hogy ezt mennyire nehéz menedzselni, ez egy másik kérdés, de én úgy érzem, hogy semmit nem adnak ingyen, tehát hogy meg kell küzdeni ezzel a hat emberrel, viszont az eredmény magáért beszél. Milyen bemutatókat terveztek a következő évadban? Következő évadunk az Shakespeare jegyében fog zajlani. Ezt úgy kell érteni, hogy a 9 Shakespeare darabot örökbe fogadunk, és minden hónapban egyel részletesen fogunk foglalkozni, a Makrancos hölgytől a Viharig. És az évad elején a
negyedik Henrikkel nyitunk, tehát ez a királydráma lesz az első előadás az évadban. Ezt én fogom rendezni, és Gáspár Tibor, Rusznyák András, Szegedi Dezső, Simon Zoltán, ezek a főbb szerepek. Ezzel párhuzamosan egy Tóték bemutató lesz, ez Béres Attila rendezi Görög Lászlóval, Nádasi Erikával, Szatmári Györgyel a főbb szerepekben, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas dolog készülődik. És ezen kívül a Miskolci Balettnek egy Hamupipőke című játéka lesz, egy mesebalettje, valamint a stúdióban Szabó Máté rendezi a Nő a múltból című előadást. Tehát éppen múltkor azt néztem, hogy október elejére hat új bemutatónk lesz, a most bemutatott Vígözvegy és a Feltört Korsó mellett. Ez nagyon jól hangzik ez az évad, de mondjuk nektek sok játszóhelyetek is van, úgyhogy tudtok is vele gazdálkodni. Hát én kívánom, hogy ma és holnap este nagy sikere legyen a Voiceknek, és majd meglátjuk a szombatesti gálán, hogy nyerte valamelyik produkciótok, illetve reménykedjünk abban, hogy a majdan ebben az évad bemutatásra váró előadások közül a 15. poszton valamelyik itt szerepel. Ez a poszt, ez mindig úgy valahogy egy összegzése az évadnak. Tehát én azt érzem, hogy számunkra azért volt egy óriási elismerés, hogy az idén két darabot hívtak meg, mert volt még legalább kettő, ami nyugodtan képviselhette volna a színházat. Tehát azt jelenti, hogy ha egy színházban már ilyen jó merítés van, akkor jó munkát végeztünk. Igen. Én nagyon-nagyon örülök, és remélem, hogy valamelyik előadást díjazni is fogja. Igen, a szakmai beszélgetésen is elhangzott, hogy mennyire jó maga a csapat, a társulat. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, nézőinknek köszönöm szépen. Folytatódik a beszélgetés Böhm Györggyel, a Gála est rendezőjével. Holnap június 14-én este 8 órakor kiderül, hogy kik kapják a díjakat a 14. Pécsi Országos Színházi Találkozó különböző szakmai, színész és közönség díjait. A gálaest rendezője a vendégem, Böhm György. Mi a titka egy jó gála műsornak? Tehát mitől jó egy gála? Nagyon nehéz kérdés, mert ugye? Tehát láttunk már jó gálát egyáltalán? Láttunk. Például a gálákat, amiket én rendeztem, az mindig jó volt. Akkor mi a titkod? Hát egyrészt ugye ez egy csukány lesz, ezzel volt a nyitány, most lesz a csukány, ezzel záródik a poszt. Az a titka a dolognak, hogy olyan legyen a műsor, hogy mindenkit érdekeljen. Ugyanis ugye könnyű akkor valamit csinálni, hogyha az emberek tudják, hogy mire vesznek jegyet. Itt nem tudják, és különböző emberek lesznek, tehát valami olyat kellett találni, amit én úgy gondolok, illetve mi úgy gondolunk, hogy mindenkit érdekel. És mi ez, amit ez a Red Circle, nem mondom, mert ez egy picit pejoratív, de azt mondom, hogy divatos, de valóban egy új, most meghonosodott, Magyarországon is most meghonosodott műfaj, az új cirkusz műfaja. Ugye azért új cirkusz, mert nem a régi, talán a Cirque du Soleilhez lehetne hasonlítani, de nem teljesen az. A lényeg az, hogy nincsenek állatok, nincsenek illetve a bohócnak is egy átértelmezett szerepe van benne. A test, a fizikai ügyesség, az attrakció viszont jelen van. És milyen számok lesznek? Tehát hogy hogyan épül fel magának a gálának a menete? Milyen cirkuszi attrakciók lesznek, illetve ebben hogy épül bele a díjátadás maga? Tulajdonképpen 7 etap lesz, tehát 7 része lesz a dolognak, 7 cirkuszi attrakció lesz, és ezek között lesznek a díjátadások, illetve lesz még pár egyéb dolog is. Egyébként ez nem egy tiszteletteljes dolog volt, mert 120 gyerek fog énekelni majd a legvégén a gálaestnek, akkor Huszti Péter mond pár mondatot a nézőknek, illetve szeretném, hogyha meghonosodna egy olyan dolog, hogy a poszt záró gáláján lenne egy in memoriam film, egy pár perc, amikor az elmúlt év halottaira gondolunk egy pillanatra csak. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és itt a helye a poszton abszolút, hogy megemlékezzünk a halottainkról. Említenél, hogy kik azok, akiket elvesztettük az elmúlt egy évben? Húha, sokan vannak. Szakács Eszter, Helyei László, hogy Harmat Andrea, Már Gyula, Józsa Mihály. Tehát nagyon sajnos nagyon sokan vannak. Azt hiszem, ha jól emlékszem, 52 név. Azt a mindenit. És az kicsit sok. Mit ígérhetünk a nézőknek, hogy ha eljönnek a gálára, akkor egy nagyon
fergeteges élményben lesz részük? Nagy, ezt az egy pillanatot leszámít, amikor visszaemlékezünk és gondolunk a halottainkra. Ez emellett viszont egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon új... Unikális. Igen, egy unikális dolog lesz, amit még soha nem láttak. Azt gondolom, hogy még lehet kapni jegyeket a gála műsorra, úgyhogy akinek felkeltettük az érdeklődését, nagy szeretettel várjuk, hát június 14-én este 8 órakor a díjátadó gálaestre. Én köszönöm szépen eddigi figyelmüket, most elköszönök, találkozunk holnap este. Viszontlátásra, mármint hogy a színházban. Viszontlátásra!